Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Még a rádióban is hirdetik, hogy protestáns testvéreinknek október nagyon fontos hónap, mert a reformációra emlékeznek, és a reformációt ünneplik. Mi valahogy katolikusok egy kicsit távol tartjuk magunkat ettől az ünnepléstől, hiszen valahogy úgy érezzük, hogy hát hiszen akkor szétszakadt a nyugati kereszténység, hát mit ünnepeljünk rajta? Már ők sem ezt ünneplik rajta, a protestáns testvérek, azonban fölvet egy olyan teológiai kérdést, ami akkor nagyon fontos volt, és azóta megoldódott a teológiai beszélgetések és különböző teológiai találkozások során, amire éppen a mostani evangéliumi szakasz ad nagyszerű választ. Ugyanis a reformáció idején a reformátorok felvetették azt a kérdést, hogy hát az üdvösség azok vallási gyakorlatokkal elérhetők, hogy elmegyünk búcsújárásra, hogy böjtölünk, hogy különböző jótetteket viszünk végbe, ez ezzel elérhető. Nem pusztán arról van szó, csak hinni kell az üdvösségbe. Egyedül a hit, mint ahogy a reformátorok mondták. Hogy van ez? Hogy a hitünknek és cselekedetünknek van-e egymáshoz köze? Miért tesszük a jó cselekedeteket? És az Úr Jézus a kettőt ebben a példázatban megoldja és elénk adja. Az üdvösség az Istennek olyan ajándéka, amit senki önmaga erejével ki nem érdemelhet. Az nem olyan, mint az órabér vagy a napszám végén kérheti az ember a megdolgozott munkáért a bérezést. Senki nem mondhatja, katolikus ember sem, hogy én most ezt és ezt a vallási cselekedetet megtettem, az Istennek kötelessége, hogy engem üdvözítsen. Nem. Az üdvösség ajándék. De ugyanakkor ez az ajándék valami fáradozást mégis követel, sőt, előtte megköveteli a hitet. És Szent Pál apostol a zsidókhoz képest mondja azt, hogy nem a törvény cselekedetei, mert a zsidóknál rettentő sok aprólékos törvény volt, mind a mai napig a szombat megtartásának szinte alig tudnak eleget tenni. Nem az üdvözít, mondja Szent Pál, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit, de az a hit, amely a szeretet által tevékeny. A kettőt össze kell kapcsolni. Nem elég az Uram, Uram, de ugyanakkor a hitre óriási szükség van. Ezért maguk az apostolok is ezt mondták Jézusnak, hogy növeld bennünk a hitet. A hitre a földi életben is nagyon nagy szükség van. Sőt, az a bajunk nekünk embereknek, hogy már nem tudunk bízni a másik emberbe, nem tudunk hinni. Már mindent le kell papírozni. Hát egy ilyen pályázatnál ezt, aki csinálja, tudja azt, hogy sokszor önmagát írja alá, hogy én vagyok az, aki korábban ezt a pályázatot kértem. Nem hiszik el. Hát mi volna, hogyha egy pályázatnál az volna, hogy megnyerted, szépen felhasználtad, és utána egyetlen papírlapon dokumentálnánk, mint például itt a templom körbe építésénél, vagy festésénél, a munkát elvégeztük, fogadjátok el. De nem így van. Annyi papírral le kell igazolni,
hogy mi ezt a munkát elvégeztük, és nem loptuk el a pénzt. Miért van ez? Mert a mai ember elveszítette nem csak az Isten hitét, hanem az egymásba vetett hitet is. És a hitnek a földi életben is óriási jelentősége van. Egy riporter így biztatta a csapatát, most azon múlik, hogy győznek-e, hogy elhiszik-e, hogy győznek. És van benne valami. Ha elhiszi valaki azt, hogy az iskolát el tudja végezni, akkor lesz hozzá ereje. Radnóti Miklós, amikor a büntető táborban volt és vándorolt, ugye itt terelték őket, de már alig volt ereje, és akkor azt írja az egyik eklogájába, ó, ha hinni tudnám, hogy még van otthon, akkor hazatérnék. De már nem tudta hinni, és fölhagyott az erőfeszítéssel. Már nem bírt benne hinni. A raboknak is annak idején a gulágon, ha volt hite, akkor megmaradtak. A földi életben is óriási szükség van a hitre. Hát még a természet fölötti dolgok területén, hogy higgyünk abban, hogy Isten velünk van és segít bennünket. A Mária Rádió most indít egy ilyen imádságos fölhívást, hogy kapcsolódjék be mindenki ebbe az imádságba, hogy szűnjék meg már ez az átkozott háború és legyen béke. Talán hallhattuk a mai vasárnapi újságból is. A Mária Rádió vezetője beszélt, és kérdezte a riporter, hogy lesz ennek hatása? Lesz. Ha sokan hisznek benne és imádkoznak, az Istennek van hatalma, még a szemben álló feleket is jobb észre bírni. És ilyen hasonlatot mond az Úr Jézus, hogy ha egy szemernyi hitetek van, akkor az eperfának azt mondjátok, hogy szakadj ki tövestül, megteszi. Ez persze egy keleti kép. Arra vonatkozik, hogy ha hite van az embernek, Istenben bízik, csoda dolgok történhetnek. Mint ahogy történtek a Covid idején is. Hogy a hitnek óriási fontossága van a keresztény életben, a mi életünkhöz hozzátartozik. Kegyelem az Istentől, hogy tudunk hinni, de ugyanakkor fáradozni is kell, hogy ezt a hitet lehet növelni, ezt kérték az apostolok is. És a jótettek által is, aki a jótetteket megteszi, akkor tudja azt, hogy ez nem volt hiába való. Erősödik a hite. És aztán jön az Úr Jézusnak az a példázata, ami a hithez kapcsolódik, hogy hát úgy gondoljátok, hogyha ti megtesztek mindent, akkor ti elmondhatjátok azt, hogy mi most már mindenre, minden jutalomra hát méltók vagyunk. Nem. Mondjátok azt, hogy mi csak azt tettük, ami a kötelességünk, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Mondjátok ezt, hogy nem tettünk mást, mint a kötelességünk. De a kötelességünket meg kell tenni, mert a kettő együtt van, a hit és a cselekedet. És ez volt a megigazulás kérdése a reformációban, és erre egy ilyen elérhető közös álláspontra jutottunk, hogy igen, az Isten kegyelmére nagyon elsődlegesen szükség van, a hit kell ahhoz, hogy jót tudjunk tenni, és szükség van ahhoz a hitre, a cselekedeteknek, hogy az üdvösséghez ezzel is hozzájáruljunk, hogy megkaphassuk. De ugyanakkor a protestáns testvérek azt mondják, hogy aki megkapta a hit kegyelmét, annak azt kell dokumentálni, hogy méltó vagyok rá, hálából kell jót tenni, de kell tennie, mert nem elég csak az Uram, Uram. És itt vagyunk most a templom megújításánál, a templom külső festésének az ünnepénél, hogy ez elkészült. Ez is valamiként a hitből indult el, hogy lesz
erre lehetőség, lesz rá erőnk. És a hit építette a történelem folyamán a templomokat. Mert senkinek, még a római pápának se volt annyi pénze, hogy egy nagy templomot egyszerre meg tudjon, vagy föl tudjon építeni. De hidd benne, hogy az Isten ad hozzá mindig erőt, hogy az épülni tudjon. Nyugaton, ahol elveszítették sokszor a hitüket az emberek, ott bezárják a templomokat. Mert nincs olyan hit, ami fönntartsa. Az élő hit pedig új templomot épít, vagy a meglévő templomokat, azokat rendbe tartja. Meg kell a hit a templom fönntartásához, hiszen hívő lélekkel jövünk ide. És ugyanakkor a templomért végzett munkáknak is alázatosnak kell lennie. Tehát nem lehet hivalkodni azzal, hogy én ezt és ezt adtam az Istennek. Mert az Isten adta nekem az lehetőséget, a tehetséget, az erőt ahhoz, hogy munkálkodni tudjak. A régiek ezt nagyon jól értették. Középkori katedrálisoknak nem is tudjuk sokszor, hogy ki volt a tervezője, építője, hiszen évtizedekig, évszázadokig épültek a középkori csodálatos katedrálisok. Legfeljebb van valami jel, ami megfejtése vár, hogy ugyan ki lehetett az a mester, aki ezt készítette, építette. Őnekik az volt a fontos, hogy épüljön az Isten dicsőségére és tiszteletére, nem önmaguknak az előtérbe tolása. Mert nagy hit volt bennük, ha senki más, akkor is az Isten tudja, hogy ő végezte a munkát. Ilyen sokszorosan idézett versem a Psionalisis Christianából, Babits híres verséből, aki azt írja, hogy hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve, hogy ki mit lát belőle, mit nem, tudva, hogy mindent lát, gazdájuk az Isten. Tehát ők úgy tették, ha senki más nem mond még köszönetet se, az Isten tudja. És ő az, aki a haszontalan szolgát, aki magát azt mondja, hogy nem tettem más, csak azt, ami kötelességem, a haszontalan szolgát, mint hogy a példázatban van, ugye majd meg fogja jutalmazni. Mert Jézusnak nem csak olyan beszédje van az utolsó ítélet utáni életállapotunkról, hogy azt mondja, hogy megjöttem, és akkor mondd ezt alázatosan, hanem azt is mondja, hogy fölszolgál nekik. Tehát az üdvösség örömében részesíti azokat, akik őt szolgálták és szerették. Egyszerre kell a hit az életünkbe, és kell a tetrekészség, a szolgálat, amit csak hittel lehet végezni. Mert ahhoz, hogy valaki hosszú ideig alázatosan vagy szerényen, mondjam így, jót tud tenni, ahhoz hit kell. Méghozzá Istenbe vetett hit. És hát épp ezt kérjük a mai Szentmise alkalmával is. Köszönetet mondok azoknak, akik segítették a felújítást, hogy kérjük mi is az Urat, hogy Uram, növeld bennünk a hitet ebben az egyre nehezebbé váló világban, hogy legyen hitünk, és sose fáradjunk bele a jótettekbe. És a jótettek végén se hivalkodjunk, hanem csak azt mondjuk, hogy nem tettünk más, csak azt, ami kötelességünk. Amen.